kap 10% kedvezményt az ajándékboltban, ez is nagyon fontos. Igen. És a nevelőszülő találkozóknak az a lényege, hogy tulajdonképpen a szülők elmennek az ápolókkal a saját kis kedvencükhöz, és ott mindenféle kérdésre, amit szeretnének, választ adnának. Meg is simogathatják adott esetben, mert ez állattól függ, hogy ez abszolút. Ez a oroszlántörökbe fogadó kisgyereket nem nézni meg, hogy megsimogatja a kis kedvencük. Tehát ami olyan, azt igen, de azért ezeknek a számon kevesebb. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ez az örökbefogadás, és megvan egy úgynevezett fokozatrendszer, megvan az, hogy ki mennyi szán erre a támogatásra, és ennek függvényében akár még ki is kerülhet az állatkertbe egy egész évre, ahol mindenki olvashatja, igen, egy alternatív táblán, hogy ő ennek is ennek az állatnak az örökbefogadó. Ami nagy probléma, hogy nagyon sokan azt gondolják az örökbefogadással, hogy ugye, akkor ide kell hozni a tápszert, el kell vinni sétáltatni az állatot, tehát ilyen kérdéseket kapunk nap, mint nap, tehát nem. Egy állatot több nevelőször is örökbe fogadhat, és innentől fogva csak az a célja, hogy szeresse, látogassa, és egyre többet tudjon róla. Na, csak a legjobb része marad a dolgoknak. Így van. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Na, megjött a bátorság, és van esetleg kérdés még, mert neked van még, de ne fog vissza magad. Szerintem van még ebben, igen, tedd fel. Az óceán már milyen nagy. Miért mindig így a külön-szövegek illatmódnak ők? Miért vannak ugye? Hát ez is hozzá tenni, gondolom, az albumhoz. Lehet tényleg bele színezgetni az albumba? Hát igazából csak a kreativitás szakadálnak a dolognak, ugye? Megmutatjuk, nézni ebben a... Hogy ez miért van? Hát gondolom, hogy népők van magadénak élesztetek az albumon, de megmutatjuk, hogy ebben a mostaniban is vannak ilyen részek, ahol lehet színezni, csak Zoli már is megkeresi neked, és megmutatja. Tök jó. Ott van, tessék. Na, szóval van egy oldal, semmi vagy esmény fölveszi, de van egy oldal, ahol például nagyon szép magyarországi lepkék és pillangók vannak, szépen be lehet ragasztani, de hogyha úgy gondolod, hogy te is létrehoznál egy pillangót, valamilyen színnel, akkor itt van egy, amit lehet szépen. Vannak ilyen dalok is, majdnem olyanok, mint ezek a nagyon erős dalok. Hát, rakasz, kiszínezünk egy pillanatot. Meg olyan, hogy egy tüzet hátít. Én javasol, hogy egy privát konzultációt neked az oldalban, de én ezt szeretem volna hozzátenni, van-e lehetőség, mert hogy tulajdonképpen mindenki rendelkezésre áll, és majd a spanyolvágyhozatot és a titulánunk folytatásában lehet a kérdéseket feltenni. Látod, az, hogy megígérte, hogy jöhet, és választ kapsz minden kérdésedre.